Mi lenne, hogyha megcsinálnám magamat pókemberként VFX-el? Na jó, sajnos ez lehetetlen lenne, mert nem vagyok olyan szexi, mint Tom Holland. Még nem vagyok olyan szexi. Gondoltam, milyen menő lehet, ha megcsinálom magamat VFX-el, hogy pókemberként repüljek. Ugye TikTokon már csináltam hasonló videókat, de gondoltam, hogy itt is megmutatom YouTube-on, hogy hogyan is tudod ezt megcsinálni otthon magadnak házilag a konyhában. Mivel sajnos nincsen nálam pókember ruha, nincsen rá pénzem, ezért nagymetként fogom előadni ezt a rendkívül veszélyes mutatványt. Először is kellett keresnem Budapesten egy helyet, ahol magas épületek vannak, ami nem volt annyira könnyű, mivel hogy Budapesten nincsenek nagyon magas épületek, és nem lehetek a falusi pókember, hogy kicsi kádáros házakon ugrálok, de szerencsére találtam egy helyet a Pólus Center közelében, ahol viszonylag sok magas panelépület van. Természetesen mindenki elkezdett bámulni, hogy ez az idióta mi a szart csinál, miért repked itt egyáltalán egy drónnal, és ez miért jó neki. Miután az idős nénik megbámultak, elkezdtem a barátnőm segítségével felvenni azt, hogy leugrok egy épület tetejéről, de spoiler alert, nem ugrottam le tényleg, csak eljátszottam. Utána még külön felvettük ismét zöld háttér előtt, hogy pókemberként lövöldözöm a hálóimat ki magamból, illetve azt, hogy a lábaimat is össze-vissza kalimpálom, és ez nagyon vicces lehetett kívülről. Várj, most jó, kicsit közelebb hozzad, kicsit közelebb, és balra. Ahogyan felvettük a felvételeket, már vezettem is haza nagy sebességgel, nem nagy sebességgel, betartottam a sebességkorlátot nyilván. És ahogy hazaértem, már instant elkezdtem szerkeszteni az egész videót. Elsőnek eltüntettem a zöld hátteret After Effects-ben, de ahogy látjátok, még elég sok rész kilógott belőlem. Nem az. És emiatt külön ki kellett rotóznom azokat a részeket, ami eléggé fájdalmas volt, mert látjátok ezt a csíkot, meg kellett várnom, hogy végigérjen, és addig eléggé sok időm volt. Szóval miután leéltem az egész életemet, ezután végre befejezte a rotóbrás a dolgát, így megkaptam a kész, kivágott Mátét, ahogy leugrik a tetőről. Miért beszélek magamról egyes szám harmadik szemébe? Jézusom. Ezután raktam be a drónos felvételt, amit még korábban készítettem a repkedésem során, de van ezzel egy icike-picike probléma, hogy nem rakhatom be csak úgy oda, mert eléggé féknek tűnik az egész, hogy nem mozog egyáltalán a háttér. De mivel hihetetlen jó a probléma megoldó képességem, ezért otthagytam a fenébe az egészet és elmentem aludni. Miután felkeltem, utána nagy boldogan álltam hozzá, hogy folytassam a pókember videó elkészítését, és ilyenkor jött az a része, amikor 3D-s layerekké csináltam meg a layereket. What? Picit bemozgattam a virtuális kamerát, és így már sokkal élethűbbnek tűnt az egész, hogy mozgott is a háttér, miközben a kamera is mozog. Remélem ezt lehet érteni, mert amúgy én se értem. Na és ezután jött a durva része az egésznek, amikor is pókemberként repülök és hálóval össze-vissza lövöldözök. A csodálatos drónfelvételek közül kiválasztottam a legjobbat, ami a számomra legcsábítóbb volt, de volt vele egy probléma, hogy teljesen kistabilizálja a felvételt, amikor repül, ami ez alapvetően jó, de most ebben az esetben nem kellett rá, ezért külön felvettem az iPhone-ommal egy videót, ahol igazából csak össze-vissza rángatom a szüleim szobája előtt a kamerát, és ezt a kamera rázkódást ráraktam a drón felvételre, ami által egy teljesen élethű repülést kaptam. Nem, mármint milyen lehet az élethű repülés. Szóval élethűbbnek tűnt az egész, mint hogyha tényleg valaki ott repkedne, vagy nem tudom, mozgolódna a levegőben. És végül, de nem utolsó sorban már csak hozzáadtam a kezemet és a lábamat, ahogy kalimpálok össze-vissza, és elkészült a végső videó. Nézzétek, élvezzétek, faljátok, nyaljátok.